akkor tudunk ezekről az értékekről érdemben és eredményesen beszélni és ezekért tenni, ha ezt a kommunikációs teret is professzionálisan tudjuk használni. A keresztény családi élet értékeinek bemutatása a médiában címmel 7. demográfia, egészség és szociálpolitika tudományos rendezvénynek adott otthont Székesfehérváron, a Városháza díszterme. A tudományos rendezvényt megelőzően Fehérvár polgármestere és professzor emeritus dr. Bártfai György, a program főszervezője, a konferencia előadóival, meghívott vendégeivel közösen tartottak sajtótájékoztatót. Mondjuk, hogy ez a város nem létezhetne ezen keresztény értékek nélkül, nem élhette volna meg a mai napot, és nem képzelhető a jövője sem ezen értékrendszer nélkül, és ezért fontos, hogy ennek az értékrendszernek a képviselői szakemberként, tudományos emberként, kórházi szakemberként azokban az alapvető kérdésekben, mint szociálpolitika, mint demográfia, mint a média szerepe, a család szerepe, a 21. század kihívásai közepette megszólalnak, ez kiemelkedően fontos, hiszen a közbeszéd részévé kell tenni ezeknek az értékeknek a 21. századi megjelenésének ügyét, és ezért örültünk annak, amikor ezen konferenciás sorozat kezdeményezői úgy döntöttek, hogy átlépik a Dunát, és a Dunán túlon első helyszínként ezt a konferenciát Székesfehérváron rendezik, szervezik meg. Érdeklődéssel nézzük a különböző településeken, városokban megjelenő konferenciák szakmai anyagait. Biztos érdekesek lesznek azok a mai előadások is, ezek után egyébként egy kötet formájában is megjelennek, és összefoglalják azt a tudást, amit ezek a szakemberek, tudós emberek ezekben a kérdésekben felvetnek, tudományos alapossággal egyébként ismertetnek. A konferencia célja, hogy felhívja a figyelmet az ország aggasztó demográfiai helyzetére és közös gondolkodásra hívja a szakembereket. Adta meg a tanácskozás alaphangját dr. Bártfai György professzor. Én ezt magam úgy foglalom össze, ha egyszerű megjelenítés, megjegyzés miatt 3H betűvel: hazaszeretet, hit és hagyománytisztelet. Az ember Istentől kapott feladata, hogy őrizze, védje, tegye szebbé, gazdagítsa a világot és őrizze testvérét. Egymás szeretetében és megbecsülésében, egymásért felelősséget vállalva és egymást támogatva vagyunk képesek ezt a feladatot teljesíteni, hangsúlyozta a tanácskozást köszöntő beszédében Spányi Antal megyés püspök. Az Isten terve, hogy nem csak a világot teremti meg és bízza az emberre, hanem az embert magát is rábízza az emberre. Az embernek őrizni kell a világot, a teremtett világot, és az embernek gondoskodni kell arról, hogy az életet őrizze, és az emberi életben egymást tudjuk Isten törvényei szerint boldog, kiteljesedő életre segíteni. Ez az élet nyilván a családokban tud legbiztonságosabban, legvalóságosabban megvalósulni. Amikor most azon dolgozunk, hogy az egyház, a kormányzati erők, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, egészségügyi intézmények összefogjanak ennek az értéknek a szolgálatában, azt hiszem, hogy jelentős lépést teszünk abba az irányba, hogy azokat a családokat, amelyekért a kormányzat sokat tesz és sokat dolgozik, erősítsük, védjük, ezáltal megteremtsük annak a lehetőségét, hogy a családokba gyerekek szülessenek, boldog gyerekek, boldog családok éljenek, és ezáltal az emberek is legyenek boldogabbak. A szociálpolitika nem jótékonykodás, hanem annak a lehetőségnek a megteremtése, amely egy ember kiteljesedéséhez szükséges. A szociálpolitika akkor működik jól, ha a közösségek fejlesztéséről és erősítéséről szól, emelte ki köszöntőjében Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Részt vállal az állam, részt vállal az önkormányzatok, a civil szervezetek, az egyház, és ráadásul azt lehet mondani, hogy körülbelül egyharmada állam, egyharmada önkormányzat, és a maradék egyharmadon osztoznak az egyházak és a civil fenntartók. A szakmai délutánon a résztvevők többek között előadásokat tartottak a régió lakosságának egészségügyi ellátásának vonatkozásában, a családbarát, családközpontú szülészeti és újszülött ellátásról, a gyermekvállalásról, a család és nővédelemről orvosi szempontból.
Szó esett ezen témák vallási megközelítéséről, az értékközpontú kommunikációról, valamint a téma demográfiai megközelítéseiről, nemzetközi népmozgalmi tervekről és az okos eszközök lehetséges demográfiát alakító szerepéről. Végezetül az Életet az éveknek nagyszülő programról. Fontos kiegészítője a demográfiának és a demográfiai kérdéseknek.